Karácsonyi ajándékot kaptak a tartozók a közműszolgáltatóktól. Több nagy cég is kikapcsolási moratóriumot vezetett be az ünnepek alatt, vagyis január 6 áig senkinél nem kapcsolják ki a fűtést és az áramot, még akkor sem, ha már régóta nem fizették a számlákat. A héten az EON jelentette be, hogy mindenkinél szüneteltetik a kikapcsolásokat, hogy karácsony és szilveszter között még a rászorulók is az anyagi gonjaikról megfeledkezve ünnepelhessenek. Az országban még a Pécsi vízszolgáltató döntött úgy, hogy az ünnepi időszakban nem korlátozzák a vízfogyasztást. Ők így könnyítenek a nehéz körülmények között élők életén. Közben már idén is életbe lépett a kilakoltatási moratórium is. Ez azt jelenti, hogy december 1-től március 1-ig senkit nem lehet kilakoltatni a lakásából, még akkor sem, ha már megindult ellene a végrehajtási eljárás.